Videófelvételek bizonyítják a választási csalást, ezt mondta Karácsony Gergely. A PMS politikus szerint a Fidesz messze túlment a törvényes határokon. Harangozó Tamás szocialista politikus pedig felszólította a rendőrséget. Vizsgálják meg, hogy fizettek-e a szavazóknak a voksukért. Zsigor Robert fideszes szóvivő azt mondta, ők is panasszal éltek kampánycsendsértés és a választók törvénytelen utaztatása miatt. Soha nem szerepelt ilyen jól a bajai hármas számú választókörzetben a baloldali jelölt, mint vasárnap. A baloldal mégis óvást nyújtott be. Karácsony Gergely szerint azért, mert csalás történt. Videófelvételek bizonyítják azt, hogy vasárnap Baján az egyik szavazókörben megsértették a választási szabályokat, hiszen szervezett módon vitték az állampolgárokat szavazni. Erre a videóra utalt a PMS politikus. Harangozó Tamás szocialista politikus pedig arról beszélt, hogy a rendőrségnek is van feladata a visszaélések miatt, és nem csak azért, mert szimpatizánsukat atrocitás érte. Szeretnénk tudni, hogy a rendőrség vizsgálja-e, és akkor ha nem, akkor szeretnénk felszólítani, hogy vizsgálja. Hogy a választási szabálysértések vagy törvénysértéseken túl a tegnapi napon a választás rendjéért megsértő bűncselekmény, azaz ellenérték fizetésére került-e sor. A Fidesz szerint a baloldal csak a bizonyítványát magyarázza. A bukott baloldal két beadványt adott be a választási bizottsághoz, ennek nagy nyilvánosságot ad a sajtó. Nekünk három ilyen beadványt kellett beadnunk, kettő bejelentés érkezett hozzánk kampánycsendsértés ügyében, egy bejelentés pedig érkezett a választók törvénytelen utaztatása miatt. Zsigó Róbert szerint az emberek világosan döntöttek, vagyis nem kérnek a baloldalból.